Napirend előtti felszólalásában Ipkovics György a lakás, Szuhai Viktor pedig a parkolási rendelet módosítását javasolta. A keleti városrész lakója kérte, hogy a Falkógyár tartsa be a környezetvédelmi előírásokat. Molnár Miklós azt mondta, mostantól több lesz az egyeztetés a lakók, a gyár és a város vezetés között. Január elején fórumot is tartanak a témában. Hosszas vitát váltott ki a Nemzeti Ovi Foci Program, amelynek keretében multifunkcionális műfüves sportpályát alakítanának ki a Mocorgó és a Maros óvodában. A baloldali összefogás szerint ettől a mindennapi problémák még nem oldódnak meg az óvodákban. Végül egyhangúan fogadták el a napi rendet. Terítékre került az aktív idős korszombathelyen jövő évi programterve, amelyre 8 millió forintot költ az önkormányzat. Valamennyi képviselő üdvözölte a 60 év felettiek testi-lelki egészségét célzó programokat. Módosították a Haladás Sportkomplexum fejlesztő non-profit Kft. Üzleti tervét, szervezeti és működési, valamint a javadalmi szabályzatát. Az ülésen szó volt arról is, hogy a polgármesteri hivatal több dolgozója mobiltelefonos adatainak megszerzésére történt kísérlet. Mikor ez Puskás Tivadar polgármester tudomására jutott, azonnal leállította az adatkérést és vizsgálatot rendelt el. Az MSZP-DK együtt frakció képviseletében Ipkovics György és Ceglédi Csaba tartott sajtótájékoztatót. Ekkora méretű személyiségi jogsértés az utóbbi 20 évben nem történt, mondták. A közgyűlés során a képviselők meghallgatták a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok idei első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolókat is. A nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat. Ez kiterjed a feladatellátáshoz szükséges helyiség ingyenes használatára, a tárgyi és személyi feltételek biztosítására is.